Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órától. Nézzük, miről szólnak mai híreink. Közel 1 milliárd forintból multifunkcionális sportcsarnok építése kezdődhet meg idén nyáron a Katona József gimnázium udvarán, a jelenleg parkolónak használt területen. A nagyszámú oltás miatt a Híres Agóra munkatársai segítik a kecskeméti házi orvosokat. Mától egészen vasárnapig tart az újabb kampányoltás, mely során újabb 100 000 bölcsődei, óvoda és iskolai dolgozó kapott behívót. Közel 1 milliárd forintból multifunkcionális sportcsarnok építése kezdődhet meg idén nyáron a Katona József gimnázium udvarán, a jelenleg parkolónak használt területen. Az építkezést 30%-os önkormányzati, illetve 70%-os TAO forrás teszi lehetővé. Nagyon reméljük, hogy nem jön közbe semmi, és megtaláljuk a támogatókat, akik mellénk állnak, és megértik, hogy milyen nagy szükség van erre a beruházásra. Közel 700 tanulót oktatnak a Katona József gimnáziumban, tette hozzá Szabó István intézményvezető, aki kiemelte, jelenleg szűkös a helyettes nevelés oktatáshoz. Most azonban felcsillant a remény, hogy egy több mint 40 éves álom váljon valóra. 2 évnyi előkészítő munka eredményeként akár már idén nyáron elindulhat a Katona József gimnázium új sportcsarnokának építése. A projekt költsége 936 millió forint, ebből 656 milliót társasági adófelajánlások tesznek majd ki. Kecskemét megye jogúváros önkormányzata pedig 280 millió forintos önerővel támogatja a kivitelezést. A sportcsarnok a Skorgol Kecskemét futszál segítségével épülhet meg. Kispályás városi bajnokságokat szerveztünk, illetve mi is jártunk ide focizni a Katonába. Egymásra találtunk Szabó István igazgatóúrral, azzal az ötlettel, hogy nézzük meg, hogyha a Magyar Labdarúgó Szövetség lehetőséget ad arra, hogy TAO kereten belül társasági adófelajánláson keresztül, illetve városi támogatás mellett bele tudunk-e vágni, vagy egyáltalán tudunk-e álmodni. A sikerhez az önkormányzati támogatás mellett a vállalkozók segítsége is kell, ami azonban nem példanélküli Kecskeméten. Kecskemétnek olyan erős a gazdasági ereje, az ipari fejlettsége, hogy mecenatúrán keresztül, támogatásokon keresztül meg is tudjuk valósítani itt a sportlétesítményeknek a felújítását, fenntartását, szponzorációs támogatását, egyre többen támogatják ezt a területet. A polgármester hozzátette, nagyon komoly szerepe van a városvezetésnek abban, hogy a cégek lépjenek. Formális és informális csatornákon keresztül is igyekeznek ösztönözni őket, aminek látszik az eredménye. Ugyanakkor az új sportcsarnok esetében is kiemelten kéri a vállalkozókat, segítsenek az adófelajánlásokkal. A Katona József gimnázium új tornacsarnokának megépítése egy nagyvárosi koncepció része, amelyet az állam is támogat a kedvező pályázati lehetőségeken keresztül is. A közelmúltban számos intézményben történt sportfelújítás, hogy más ne említsek, a Móra Ferenc iskola energetikai felújításával együtt megvalósult az iskola területén lévő tornaterem felújítása. A Bányai Júlia gimnáziumban a Kecskeméti Kosárlabda Akadémiával karöltve valósult meg egy kosárlabda sportcsarnok. A tervek között szerepel a Lánchíd utcai iskola sportcsarnokának felújítása is. A képviselő hozzátette, szívügye Kecskemét sportja, és örül annak, hogy a délelőtti, illetve kora délutáni tanórák és versenysport után a lakosság is használhatja majd a létesítményt. A nagyszámú oltás miatt a Híres Agóra munkatársai segítik a kecskeméti házi orvosokat. Leginkább adminisztrációs feladatokat látnak el. A házi orvosoknak most minden szabad kéz jól jön, hiszen rengeteg a szerveznivaló, ráadásul még a napi feladatokat is el kell végezniük. Jó napot kívánok, Preisinger doktornő rendelőjéből telefonálok. Pénteken AstraZeneca-val oltunk, szeretném megkérdezni, hogy kérje. Zumerika, a Híres Agóra munkatársa, a Bagoly Egészségház egyik házi orvosának segít. Telefonon hívja a pácienseket, és egyezteti a regisztráltak időpontjait. Az Agóra több munkatársa önkénteskedik Kecskemét több praxisában is, akik diszpécser szolgálatot látnak el. Az adatokat rendezzük, aztán fogadjuk a bejövő hívásokat, ahol a
a betegek szeretnék a gyógyszereiket, az állandó gyógyszereiket kiíratni, vagy pedig jelezni szeretnék, hogy melyik az a védőoltás, amit a COVID ellenében szeretnének kérni. Ez pedig már Lódi Brigitta rendelője, ahol ma is zajlott a legidősebbek oltása. A házi orvos azt mondta, a praxisába járó 2200 páciense közül eddig körülbelül 1000-en igényelték a vakcinát. Mindezek ellenére egyre inkább válogatnak a regisztráltak az oltóanyagok közül. Oltakozzanak, regisztráljanak, gondolkodjanak, megfontoltan, és ne utasítsák vissza az oltást, hogyha már egyszer eldöntötték, hogy szeretnék fölvenni. A házi orvos azt is elmondta, hogy hetente körülbelül 30 új fertőzöttet regisztrál a praxisában. Lódi Brigitta kifejtette, a páciensek válogatása, az új fertőzöttek száma, az oltás leszervezése mind-mind extra feladatot igényel, így kell a segítség. Nagyon nehéz. Tehát azt gondolom, hogy valamennyi orvos kollégám és asszisztens kolléganő, aki dolgozik, éjjel-nappal dolgozik szinte. Én a magam részéről azt látom, hogy körülbelül ez a 9-10. Oltási hét, amit folyamatosan szervezünk, oltunk a napi munka feladatok mellett, és az én praxisomra nézve körülbelül a 4. hetet kezdjük úgy, hogy nem tudom a COVID betegséggel kezelt akut betegeimet 30 alá vinni, mert akik meggyógyulnak, ugyanannyi jön új beteg is. A Híres Agóra munkatársainak feladatairól és a segítségnyújtás fontosságáról kiemelő című magazinunkban foglalkozunk. Már nagyon várták az oktatóink, hogy bekerüljenek az oltási kampányba, ezt mondta Ignác Bence ma a Kecskeméti Televíziónak. A Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója hangsúlyozta, hogy a dolgozóik több mint 80%-a regisztrált az oltásra, amit ezen a héten fognak megkapni. Mától egészen vasárnapig tart az újabb kampányoltás, amely során újabb 100 000 bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozó kapott behívót. Ezen a héten folytatódik a köznevelésben dolgozók újabb kampányoltása. Ismét 100 000 bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozó kapott SMS-ben behívót a soron kívüli oltásra, amely csütörtök és vasárnap között zajlik a kórházi oltópontokon. A köznevelésben dolgozók immunizálása ezúttal is Pfizer vakcinával történik. Ebbe a második csoportba tartoznak bele a Kecskeméti Szakképzési Centrum munkatársai is. Az eddigi online oktatás helyett az iskola közösségépítő, nevelő, megtartó erejéhez szükség van a helyben lévő jelenlétre, és mert azért eltelt pár hónap, ami ebben hiányzott, nagyon jó az online oktatás, gördülékenyen megy, de azért valljuk be, vannak olyan tevékenységek, illetve olyan közösségépítő formák, amiket csak jelenlétiben tudunk megoldani, és az oktatóink ezt is használják az oktatás során, illetve a nevelésük során. A jelenléti oktatás minél hamarabbi visszavezetése, valamint a köznevelésben dolgozók saját és környezetükben lévők biztonsága érdekében a Kecskeméti Szakképzési Centrum munkatársainak több mint 80%-a regisztrált az oltásra. A nyitásra pedig már elkezdtek felkészülni a Szakképzési Centrumhoz tartozó intézmények, a fertőtlenítések elkezdődtek. Az iskolák vezetői pedig már azon dolgoznak, hogy április 19-én, amennyiben nyithatnak, hogyan veheti kezdetét a jelenléti oktatás. A 3 millió beoltott elérésénél dönt a kormány az újraindítás újabb lépéseiről. Ez várhatóan 5-6 napon belül bekövetkezhet. A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt többek között az iskolanyitásról, illetve reagált az AstraZeneca vakcinával kapcsolatos hírekre is. 3 millió beoltott után jöhetnek az újraindítás újabb lépései, ezt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter mondta a mai kormányinfón. Már több mint 2,6 millió ember kapta meg legalább az első oltást, és több mint 1 millióan a másodikat is. Továbbá a 65 év feletti regisztráltak 86-87%-át már beoltották, mondta a miniszter. A kormány hetekkel ezelőtt döntött arról, hogy minden újraindítási lépés az oltások számának növekedésével lehetséges. Az első újraindítás
újraindítási lépések érdemi enyhítést nem jelentenek, mivel a négyzetméter alapú szabályozás inkább szigorítást jelent, tette hozzá Gulyás Gergely. Kevesebb vásárló lehet egyszerre egy boltban, így hosszabb nyitvatartás kell. A miniszter bízik benne, hogy az oltottak száma még ebben a hónapban meghaladja a 4 milliót. Gulyás Gergely szólt arról is, fontos, hogy április 19-én álljon vissza az oktatás megszokott rendje. A pedagógusok legyenek tekintettel a szülőkre is. Az oktatási nevelési feladatok személyes jelenléttel a leghatékonyabbak, tette hozzá. A védettség szempontjából egyetlen vakcina között sincs különbség, emelte ki Gulyás Gergely, aki az AstraZeneca kapcsán azt mondta, hogy az uniós gyógyszerügynökség szerint is megbízható. Ezeknek az oltásoknak a hatékonysága jelentős, minden oltás lényegesen biztonságosabb, mint az oltás hiánya. A bértámogatás április egészére megilleti az érintett ágazatokat, mondta a miniszter, 69 milliárdos igény érkezett eddig, és ebből 66,5 milliárd forintot megítéltek, és majdnem 66 milliárdot már ki is fizettek. Ismét lehetőség van személyes ügyintézésre a Termosztár Kft. Akadémia körúti ügyfélszolgálatán. Április 8-ától, közel egy hónap után, a megszokott nyitvatartással, a szükséges óvintézkedések betartása mellett várja ügyfeleit a kecskeméti távhőszolgáltató. Újra várja ügyfeleit a Termosztár Kft. Az Akadémia körúti ügyfélszolgálatán ismét lehetőség van személyes ügyintézésre. Április 8-ától a megszokott nyitvatartással, a szükséges óvintézkedések betartása mellett várja ügyfeleit a kecskeméti távhőszolgáltató. Az egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében a Termosztár arra kéri fogyasztóit, hogy a biztonságos ügyintézés érdekében az ügyféltérben ügyintézőként maximum egy ügyfél tartózkodjon. Kivételt jelentenek ez alól a segítségre szoruló ügyfelek, illetve a tulajdonosváltás bejelentése miatt érkező régi és új tulajdonosok. Szükség esetén az épület előtt kell várakozni. A fertőzés veszély elkerülése érdekében az ügyféltérbe lépéskor kézfertőtlenítőt, valamint orrot és szájat eltakaró egészségügyi maszkot kell használni. Sorban álláskor és az ügyféltérben legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. Emellett a Termosztár Kft. Továbbra is arra kéri ügyfeleit, hogy a kockázatok csökkentése érdekében válasszák az online vagy telefonos ügyintézést. A személyes ügyfélszolgálatot abban az esetben vegyék igénybe, ha olyan ügyet szeretnének elintézni, amelyhez feltétlenül szükséges a személyes megjelenés. A sorbanállás elkerülése érdekében érdemes időpontot foglalni, amire a honlapon, valamint a 0676 44 80 10-es telefonszámon van lehetőség. Csak időpontfoglalással lehet felkeresni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatait. Az egészségügyi szolgáltatási járulék ügyintézése, a csekkigénylés és a beadványok beadása azonban időpontfoglalás nélkül is intézhető. A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi ügyfélszolgálatain, kirendeltségein és ügyfélszolgálati helyein a személyesen megjelenő ügyfeleket csak időpontfoglalással fogadja. Ugyanez vonatkozik a kormányablakokban működő NAV ablakokra. A személyes ügyintézéshez kivétel nélkül valamennyi ügytípus esetében időpontfoglalásra van szükség. Az egészségügyi szolgáltatási járulék ügyintézése, a csekkigénylés és a beadványok beadása viszont időpontfoglalás nélkül is lehetséges. A személyes ügyintézés helyett célszerű otthonról kapcsolatba lépni a NAV munkatársaival. A gyors és rugalmas ügyintézést a telefonos és elektronikus szolgáltatások biztosítják, konkrét ügyek intézéséhez pedig a 0680 20 21 22-es számon ingyenesen hívható NAV ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszere használható. Általános kérdésekben külön regisztráció nélkül is hívható a NAV infóvonala a 1819-es telefonszámon. A hivatal közleményében azt kéri, hogy ügyfeleik csak rendkívül indokolt esetben is időpontfoglalással keressék fel személyesen a NAV ügyfélszolgálatát. További információk a www.nav.gov.hu oldalon olvashatóak. Újraindult az ablakkölcsönzés a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtárban. A szolgáltatást 2 szombatig 10 és 19 óra között vehetik igénybe az olvasók. A fokozatos újranyitásnak köszönhetően ismét elérhető a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár ablakkölcsönzés szolgáltatása. A kikölcsönzendő könyvekre az igényeket a 0676 500 563-as telefonszámon lehet jelezni, 2 szombatig 10 és 19 óra között, de az info@kimk.hu e-mail címen, vagy a könyvtár honlapján a www.bactudastar.hu oldalon az igénylés menüpont alatt is lehetőségük van
az olvasóknak kölcsönzési szándékuk jelzésére. Az ablakon keresztül az intézmény munkatársai visszaveszik a korábban kikölcsönzött dokumentumokat, azokat is, amelyeket a fiók könyvtárakból hoztak ki az olvasók. Lehetőség van a tagság meghosszabbítására, vagy új tagság létesítésére is. A dokumentumok meghosszabbítása a könyvtár honlapján és telefonon is megoldható. A könyvtár honlapja egyébként naponta frissül és bővül hasznos és érdekes virtuális tartalmakkal. Ezeket is érdemes keresni. Hívja fel a figyelmet az intézmény közleményében. Lezárult az AIPA Kft. És a Nők a Nemzet Jövőért Egyesület közös EFOP-os projektje, amelynek keretében létrejött a Család és Karrierpont is. A 173,12 millió forintos visszanemtérítendő támogatásból megvalósított, több mint 3 éven át tartó projekt küldetése az volt, hogy segítsen a nőknek összehangolni a munkát és a családi életet, és elterjeszte az atipikus foglalkoztatási formákat a munkáltatók körében. Karrierépítés, a családi élet és a munkahely elvárásainak összehangolása, vállalkozóvá válás, jogi és lelki tanácsadás. Mindezekben komoly segítséget nyújtott a kecskeméti és a járásban élő nők számára a Család és Karrierpont az elmúlt több mint 3 évben. Az iroda létrejöttének lehetőségét megteremtő, mintegy 173,12 millió forintos visszanemtérítendő támogatásból megvalósult projekt márciusban lezárult. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a csakpontot működtető Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület elengedi a segítséget kérők kezét. Hiszen, mint azt a projektgazdák elmondták, óriási igény van ezekre a szolgáltatásokra. Mi egyesületünk vállalta ennek a Család és Karrierpontnak ez év végéig a működtetését. Nyilván sokkal szerényebb szolgáltatások biztosításával. Ide bármikor ugyanúgy bejöhetnek, akinek segítségre van szüksége. Megpróbáljuk a pszichológiai és a jogi tanácsadást ugyanígy fenntartani, a mentálhigiénés tanácsadást, illetve itt került kialakításra egy ilyen szoptató hely, ami szerepel is a térképen. Engert Jakabné úgy fogalmazott, hogy a Család és Karrierpont irodájának az egyik legfontosabb célja az volt, hogy híd szerepet töltsön be a munkavállalók és a munkáltatók között. A projekt megvalósításában a Nők a Nemzet Jövőért Egyesület az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. Konzorciumi partnere volt. Míg az Egyesület a családok számára kínált számos hasznos szolgáltatást és programot a csakponton keresztül, az AIPA Kft. Legfontosabb feladata az volt, hogy felhívja a munkáltatók figyelmét az atipikus foglalkoztatási formákra. Vagyis főként a részmunkaidő, az osztott munkakör, a munkaidőkeret és a home office lehetőségeit. Több mint 20 munkáltatóval sikerült együttműködési megállapodást kötni így a projekt folyamán. Velük rendszeresen zajlottak egyeztetések, beszélgetések, hogy hogyan lehetne az atipikus foglalkoztatási formákat jobban elterjeszteni. Továbbá készítettünk kutatásokat is, kérdőíves felméréseket, hogy a munkáltatók körében mennyire elterjedtek ezek a hagyományostól eltérő foglalkoztatási formák. Különböző e-learning tananyagokat is kínáltak, hogy a munkaadók megismerhessék az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazásának előnyeit. A projektben kialakított jó gyakorlatok közül kiemelendő a mindenki számára elérhető vállalkozóvá válást elősegítő, valamint a home office alkalmazását előtérbe helyező tananyag. A projekt eredményeit részletesen elemezzük a híradó után kiemelő magazinunkban. Ketten sérültek meg, amikor két személyautó frontálisan ütközött össze tegnap délután Kiskunfélegyházán. A karambol az M5-ös autópálya felhajtójánál történt. Helyszíni információink szerint Jászszent László felé haladt a szürke autó, amikor a szemből érkező kék autó épp az autópályára akart felhajtani, ekkor ütköztek össze frontálisan. Mindkét jármű az út szélére sodródott. Az autókban csak a sofőrök ültek, a mentők mindkettejüket kórházba szállították. A kék színű gépkocsi az ütközéstől kigyulladt, és egy arra haladó kamion vezetője a rendőrség kérésére poroltóval oltotta el a tüzet. A karambolban mindkét gépkocsi totálkárosra tört.
Harmadik alkalommal tartotta meg a Cédrusnet Kecskemét program Senior Akadémiáját, nem csak szenioroknak. A harmadik internetes előadás témája a jól lét volt. A Cédrusnet Kecskemét program 2020. január 28-án elindította új esemény sorozatát, a Senior Akadémiát. Ennek kiemelt eleme az idősödő generáció tapasztalatainak, tudásának hasznosítása, annak a természetes igénynek a segítése, támogatása, hogy az őket is érintő témákkal tisztában legyenek. A mai előadás előadójaként dr. Hoik Edit, a Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Karának egyetemi docense, a KRTK Regionális Kutatások Intézetének tudományos főmunkatársa beszélt a klímaváltozás témáján keresztül az elérhető városi jóllétről. A Cédrusnet Kecskemét program tavaly januárban indította el a Senior Akadémia sorozatát. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Közel 1 milliárd forintból multifunkcionális sportcsarnok építése kezdődhet meg idén nyáron a Katona József Gimnázium udvarán, a jelenleg parkolónak használt területen. Az építkezést 30%-os önkormányzati, illetve 70%-os TAO forrás teszi lehetővé. A nagyszámú oltás miatt a Híres Agóra munkatársai is segítik a kecskeméti házi orvosokat. A házi orvosoknak most minden szabad kéz jól jön. Mától egészen vasárnapig tart az újabb kampányoltás, mely során újabb 100 000 bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozó kapott behívót. Ebbe a második csoportba tartoznak bele a Kecskeméti Szakképzési Centrum munkatársai is. A 3 millió beoltott elérésénél dönt a kormány az újraindítás újabb lépéseiről, amelyről Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a csütörtöki kormányinfón. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták, hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban bemutatjuk, hogyan segítenek a Híres Agóra munkatársai a házi orvosoknak. Ezt követően pedig beszámolunk az AIPA Kft. És a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület közös sikere lezárult projektjéről is. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, tartsanak majd akkor is velünk. Köszönjük mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken sok napsütésre számíthatunk, melyet kevés gomoly, majd egyre több fátyolfelhő zavarhat. Csapadék nem várható, a szél megélénkül, több helyen pedig megerősödik. Hajnalban mínusz 6 fokot, napközben pedig 14 fokot mérhetünk majd. Szombaton a fátyol és gomoly felhők mellett több órára kisüt a nap, csapadék nem várható, a szél sok felé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 3 fok, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 10 és 17 fok között alakul. Vasárnap leginkább felhős időre kell számítani, emellett több-kevesebb napsütés is előfordulhat. Néhol előfordulhat futózápor, a szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A minimum hőmérséklet 3 és 7 fok, a maximum hőmérséklet 12 és 18 fok között várható.